Tóth László vezetésével kezdte meg a felkészülést a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a Mercantil Bank Liga 2022-23-as szezonjára. Az A-licenszes szakember legutóbb a másodosztályú Budafok együttesénél asszisztens edzőként dolgozott. Az MB2-be feljutott HR-rend Kozár Michelinhez visszatért Barta László, aki 2009-ben egy szezont már játszott itt, majd sikeres paksi időszak után Pécsre igazolt, és a csapattal az MB2 negyedik helyén végzett. Ezután került Kecskemétre, ott sikerült kiharcolnia a feljutást az élvonalba. Szeretném újra felépíteni magamat egyéni szinten, hogy ismét élvezni tudjam a futballt, mert ez az elmúlt 3 évben annyira nem jött össze. Csapat szinten meg nem tudom, hogy ki van-e mondva, vagy nincs, de szerintem egy biztos bennmaradás az egy szép eredmény lenne. MB3-ról sok tapasztalatom nincsen, párszor játszottam csak, de az MB2-t, viszont az MB1-hez tudom viszonyítani. Tehát itt nagyon dominál a fizikai rész a focinak, nem annyira játszós, úgyhogy nagyon párharc domináns ez a bajnokság, minden csapat tényleg az életét adja minden pontért, nagyon kiegyenlített, úgyhogy röviden így tudom jellemezni ezt a bajnokságot. Osei Clinton 2020 őszén igazolt Magyarországra, játszott az MTK élvonalbeli és harmadosztályú csapatában is. A 2022-23-as szezonban ő is a HR-rend Kozár Michelin együttesét erősíti. I'm from Ghana, and my show, Gánai származású vagyok, 2 éve vagyok Magyarországon, nagy elvárásokkal érkeztem. Szeretném gólokkal, győzelemhez segíteni a csapatot. Kedvesen fogadtak, az edzők, a játékosok barátságosak. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Kulcsár Kornél Kaposváron nevelkedett, játszotta az élvonalbeli felnőtt gárdában is. NB1-es pályafutását a Szombathelyi Haladásban, majd a Lombard Pápa Termál FC-ben folytatta. A másodosztályban megfordult Zalaegerszegen, Mezőkövesden, Kisvárdán, Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron. 2019-ben került Budafokra, ahol 3 szezon során segítette a csapatot. Tagja volt a klub legnagyobb sikerét elérte az élvonalba feljutott együttesnek, és így újra szerepelt az NB1-ben is, ahonnan a csapat egy év után visszakerült a másodosztályba. Budafokra érkeztem. Hát mindenképp ugye az első számú célom, hogy a csapat stabilan bemaradjon a bajnokságban. Ezen a többit meglátjuk az egyéni célokat is. Ahogy beléptem az öltözőben, nagyon-nagyon összetart a közösség, ezt látom az elejé volt, de hát ez nagyon fontos az a bajnokságban szerintem. Van még ugye, hogyha jól számolom, még 4 vagy 5 hetünk. Szerintem ugye ez elég hossz idő. Szerintem rendben lesz minden. Vogyicska Balázs is visszatért Kozár Michelinbe. Mohácson kezdte labdarúgó pályafutását, majd játszott a michelini utánpótlásban, a PMFC-ben, és legutóbb a Ferencváros 2-es gárdájában. A Ferencvárosi Tornaklubtól érkeztem, és abban bízom, hogy minél több játék lehetőséget tudok kapni itt az MB2-ben, és ezzel szeretnék élni. Mindenképp fizikálisan kell nekem egyenileg előrelépnem, úgy gondolom, hogy labdával meg tudom oldani, amit meg kell, illetve a csapatnak, amennyire tudom, nagyon összetartóak, és bízom benne, hogy ez így is marad. A Szeol SC-nél kezdett el focizni Gut Ádám, aki most az MTK 2-es csapatától érkezett kölcsönbe a HR-rend Kozár Michelinhez. Én az MTK-ból jöttem, kölcsönben vagyok itt. A céljaim az, hogy minél több MB2-es mérkőzést szerezek itt. Összetartó csapat az öltözőjében, hát megy a viccelődés, meg minden, aztán jó itt lenni. Én még nem jártottam MB2-be, de bízok benne, hogy sikerül egy bennmaradást összehozni, és minél előbbi helyezést elérni. A Kozár Michelini stadion foglaltsága miatt Pécsett az idősebb Dárdai Pál edzőcentrumban mérkőzött meg egymással a két MB2-re készülő csapat, a HR-rend Kozár Michelini és a BFC Siófok. A felkészülési mérkőzés első félidejében kiegyenlített játék folyt a pályán, de Polényi kiállítása után fölénybe került Tóth László együttese. A félidőben sort cserélt a Kozár Michelini vezetőedző, és a második játékrészt végig emberelőnyben játszott,
játszva, sok helyzetet kidolgozva, szép gólokat szerezve, fölényes 6-1 arányú győzelmet aratott a HR-rend kozármisleny. A találkozón pályára lépett Turi Tamás is, aki 5. éve szerepel kozármislenyben, többször viselte már a csapat kapitányi karszalagot is. A bajnok csapat alapembere volt, a fiatalok hallgatnak rá. Biztosan minden szempontból más lesz ez a bajnokság, most próbálunk rá felkészülni, meg a fejeket kicsit át kell állítani, mert biztos, hogy gyorsabb, meg fizikálisabb lesz a játék. Hát szerintem ezek az edzőmeccsek azért sokat fognak tudni segíteni ebben, hogy minél jobban felkészüljünk rá. Szerencsére azért a tavalyi csapat nagyjából együtt maradt, úgyhogy akkor újdonságok nincsenek, de szerintem akik jöttek, tökéletesen be fognak tudni éleszkedni, csak még kell egy kis idő nekik. 2 hete dolgozunk, hát össze még nem álltunk, de jó úton járunk, én azt gondolom. Nagyon jól dolgoznak a fiúk, szinte minden edzésen, úgyhogy bizakodó vagyok. A tavalyi csapatból 10 játékos maradt körülbelül, és sokan érkeztek, illetve még most is van egy csomó próbásunk, és szeretnénk egy jó közösséget, jó magot összehozni ahhoz, hogy bent tudjunk maradni, és ehhez elengedhetetlen az, hogy edzőmérkőzéseket játszunk.